Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a legújabb videómban. Ebben a videóban egy érdekes játékról fogok nektek bemutatót készíteni. A játék neve pedig nem más, mint Crafting and Building. Na most, ez egy ilyen Minecraft copy, mondhatjuk ennek, de nagyon érdekes Minecraft copy. Én itt rámentem. Egyébként, ha beírjátok, hogy Crafting and Building kidobja, ha mégse, akkor pedig írjátok utána, hogy Original 2018. Generált, aki erről tudjátok megismerni. És most szépen le is töltjük. Telepítés. Most itt eltart egy darabig, amíg telepítés, addig beszélek róla nektek egy kicsit. Na ugye ez a Crafting and Building, ez egy ilyen Minecraft copy, de nagyon-nagyon-nagyon hasonlít rá. Tehát még be lehet jelentkezni Xbox Live-val, hasonlít. És igaz, hogy a textúrája a játéknak egy kicsit más, de be tudjátok tenni az eredeti Minecraftnak a textúráját, és ami a legfontosabb az, hogy magyar. Tehát magyarul is van. Teljesen ugyanolyan, mint a Minecraft. És ennek van egy oldala egyébként, ennek a Crafting Building-nak, mégpedig az mmarcel.com. Itt látjátok. És a képek már a legrégebbi verzióban vannak, de megmutatom, hogy hát hasonlít a Minecraftra. De már teljesen más, tehát igazából ez már egy ilyen elavult, nagyon-nagyon elavult fotók, és nagyon hasonlít rá, sőt, ha ugyanarról a wifi-ről vagytok, nem többen, akkor tudtok LAN játékosozni, mégpedig úgy, hogy nem kell bejelentkezni semmivel, csak megadod a játékos nevedet, és belépsz a világba, amiben valaki belépett ugyanarról a wifi-ről. Na most ez nagyon érdekes lehet. Én is meglepődtem, amikor ezt a funkciót felfedeztem. És hát szerintem nyissuk is meg. Sziasztok, újra itt vagyok, és végre működik. Itt az engedélyeket mutatom. Na ez a földrajzi hely, ez azért kell, hogy ugye a helyet, ahol vagyunk, készülője, és olyan nyelv fordítsa le az appot. A névjegy az azért kell, mert ugye, hogy tudja, hogy ha van valaki, aki játszik vele, és benne van a névjegybe, beadja barátnak. És ugye azért kell a tárhely, mint mondottam, hogy kell ugye más Minecraft világokat megtaláljon. Na itt az elején ez a képernyő fogad minket. És itt néha leállhat, de nyugodtan menjünk rá, ez nem azt jelenti, hogy rossz az applikáció. Végig megy ez a csík itt. Nekem már majdnem végig ér. Na. Mi lesz? És... Oké, végigért, itt kírja ezt, hogy restarting the application. Itt újra rá kell menni, és utána elkezd betölteni még egyszer, de a csík már nem lesz itt. Most egy ilyen sötét képernyő van. Nem kell megijedni, hogyha ilyen fekete képernyő lesz. Egy idő után bejön ez a fehér, és utána pedig bejön az anti logó és a felirat, hogy loading. Várni kell egy kis időt, én közben itt nézelődök. Na hát nem kis időt kell várni, hanem sok időt. Na ez attól függ, hogy mennyi tárhely vagy tárterület van a eszközödökön, mert ugye nagyobb tárhely, akkor gyorsabban betölt. Kevesebb, akkor sokáig tölt és néha laggolhat. Na már bejött az anti-loading képernyő. Itt már sokat kell várni, és lehet, hogy ki is fog
dobni. Igen, előfordulhat, hogy kidob. Na, itt várni kell. Itt bizony várni kell. Ja, tehát itt egy csomó időt kell várni, úgyhogy most itt szüneteltetem a videót. Bejött a képernyő, és itt van a szép skinünk, és itt vagyunk, van, hogy Steve. Látjátok, hogy magyar, és egy ilyen szép háttér van. Most ugye bementem a beállításokba. Én szerintem nagyon szép ez a menü. Tehát, hogy ez. Itt van profil. És ott is van jelentkezz be ingyen. Én most Steve-et átírom arra, hogy Lalma, mert az kényelmesebb. Jelentkezz be ingyen. Na, itt bizony rá kell menni arra, hogy jelentkezz be ingyen, és akkor Xbox Live-val és Microsoft fiókkal be tudunk jelentkezni. Ezeket én itt nem állítom. Na, itt a globális erőforrásokba, ha bemegyünk, na, erről beszéltem. Itt csomó van, de nekünk most ez a legérdekesebb. Default Texture Pack. Na most, ha erre a pluszra rámegyünk, akkor beteszi ide, majd. Csak ne laggoljon. És itt ugye láthatjuk, hogy aktív crafting textúra csomag, és már is be is lett téve. Nem lehet variálni. Itt van egy csomó textúra csomag. Horrorcraft, hűséges, tehát nagyon sok. Ki melyiket szeretné belerakni? Én ezt a defaultot szeretem meg a alapot. Itt ilyen a töltési képernyő. Nézzétek, ilyen csíkok, ahogy így mennek odébb. És senkit ne tévessze meg, de ilyen kerítés, meg ilyen fajta láda ő nincsen, és kör nap sincsen. Tehát ez ne tévessze meg senkit, ez ténylegesen olyan, mint az igazi Minecraft. Nincsen semmilyen másítás benne. Annyi, hogy a textúra egy kicsit másabb, de ugye most betettük szépen a eredeti textúra csomagot. Na most itt ez a képernyő már nem érdekes, itt lehet a skint változtatni, van egy csomó ingyenes skin. A játékra, ha rámegyünk, akkor bejön itt ez. Barátok, kiszolgálók, ugye itt van néhány szerver, ugye, ami a Minecraft-ba is benne van, Mineville, Winter Lobby, ja, ez a Mineplex. Na, tehát itt nagyon sok fajta szerver van, nem, tehát, hogy több van, mint az eredeti Minecraft-ba szerintem. És hát, igen. Itt a visszával lehet bezárni, ki is van ide írva alulra, hogy mmarcel.com. Igen, itt a képernyő, ez a felület cseréje, ez olyan, hogy ugye itt lehet variálni a skint, mint én már mondtam. Jaj, és nagyon halkan van hangja is, de sajnos ti nem halljátok. Na mindegy. Végül is lehet. Visszamegyek. Ugye itt lehet forgatni a karaktert, visszamegyek ide a játékba, és ugye új létrehozása, külső tároló, barátok, kiszolgálók. És ami érdekes, hogyha rámegyünk erre, hogy új létrehozása, itt ugye bejön ez a képernyő, ami a Minecraft-ba is van. Itt ugye nincsen most semmi, mert nem vagyunk bejelentkezve, de ha bejelentkezünk, akkor lesz. Saját világ, nehézség, békés, kezdődött ki, bónuszláda.
Igazából itt mindenféle beállítás van. Mondjuk, ha fölveszem a szimulációs távolságot. Na, 6 darab, az sok. Itt ugye nincsen olyan sok beállítás, mint a Revbe, itt csak olyan van, hogy ezé. Több játékos meg játék. Visszamegyek. Itt is visszamegyek. Ugye itt vagyunk a kezdőképernyőn. Na, ez a bemutató, én szerintem most ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, és köszönöm, hogy ha letöltiketek a játékot, mert szerintem megéri. És hát találkozunk a legközelebbi videóban.